Reggel becsengettek az iskolákba. Megkezdődött a 2020-2021-es tanév a köznevelésben mintegy 1,2 millió diák számára. Minden iskolába megérkeztek a tanévkezdésre a tankönyvcsomagok. A könyvtár ellátó non-profit Kft.-vel összesen 13 millió tankönyvet szállítottak ki 4091 oktatási intézménybe. A most induló tanévben a köznevelés valamennyi résztvevője térítésmentesen jut a kiadványokhoz. Városunkban körülbelül 1565 fő általános iskolás és 982 fő középiskolás diák kezdte meg a tanulmányait. De a pontos statisztikai adat a létszámokra vonatkozóan csak októbertől lesz elérhető. Az oktatási intézmények tájékoztatása szerint mindenhol zökkenőmentesen indult a tanév. A tankönyvek időben megérkeztek az iskolákba, amelyeket a diákok már át is vettek. Magyarország az elmúlt években gazdasági szempontból az Európai Unió egyik leggyorsabban növekvő országa volt. Okkal bizakodunk abban, hogy a jelenlegi járványhelyzet leküzdése után is tartani tudjuk ezt a pozíciót. A gazdasági fejlődés fenntartásához és a magyar emberek életminőségének folyamatos növeléséhez szükség van az oktatási rendszer minőségi fejlesztésére is. A kormány ezért egyre több pénzt fordít az oktatásra. Folyamatosan javítja annak feltételeit, fejleszti az iskolákat, a tananyagot és egyre nagyobb megbecsülést biztosít a pedagógusoknak. Összegzi a kormány oktatási céljait az Európai Uniós tervezés érdekében készített köznevelési stratégia 2021-től 2030-ig.